kinek? Olivernek. Oliver, a tanárok mit szóltak a hajadhoz? Hát ez egy vicces kérdés. Hát amúgy nekem kb. Már megvan ugyanem, nem is tudom, hetedik óta kb. Folyamatosan mindenféle színű a hajam. Aztán általánosban nem is szóltak érte, akkor mondtak, hogy jó, van, hogy a gyerek csinálják. És középsuliban már sokkal másabb volt, mert nem a középsuliban, hanem amúgy. Hogy amúgy egy csomó tanár leszólta, meg mindegyik mondta, hogy azonnal felsd vissza, meg hogy nézel már ki, meg tőj. Én meg így néztem rá, hogy ennyi. Kakaó. Következő. Ó, Bende! Félek. Bende, szerinted szépek a nagymellű lányok? Hát amúgy ez egy vicces kérdés, mert szerintem egy nő... Egy nő szépségét az nem a melle mérete teszi, tehát lehet egy lány gyönyörű, hatalmas mellekkel, és igen, lehet... Ezek a plafon. Sok hazugságtól! Hát hazudsz! De személy! Hallgass végig! Szóval lehet egy lány nagyon szép nagy mellekkel, és lehet egy lány nagyon szép kis mellekkel. Szóval igazából most nem tudom, hogy erre most vagy válaszolja, mi is volt a kérdés konkrétan. Szépek-e a nagy mellű lányok? Hát akkor igenis, meg nem is. Attól függ, lány függő. Inkább húzok. Legyen így. Kakaó. Víz. Bende Oliver, hogy csináljátok a hajatok? Hát... ez majd ki fog derülni, de amúgy, hát ugyanúgy, ahogy mindenki más, tehát kézzel, reggel vízzel, sampónnal, vízzel, hajszárítóval, lakkal, zselével, habbal, mi van otthon éppen, macskahúddyal, bármivel, gyakorlatilag benyúlsz a fiókba, kihúzol valamit, fölkened, kettőt simítasz rajta, azt mehetsz. Ja, aztán nem érdekel téged, hogy ez az anyukának az alapozója volt, de mindegy, jó lesz. Igen, legalább itt egy színű tőle a hajad. Igen. Igazából ennyi, tehát így úgy csinálják reggel a hajunkat, szerintem mind a kette, hogy felkerül, jó lesz ez. Én sapkát húzok. Ma se csináltam meg. Tehát így. Jöhet a kövi. Azt mondja... Oliver! Oli, te használtad már azt a bizonyos mércédet? Szóval, tudni kell a békásszoros návet pulómetrú szerkezetről, hogy csupán 25 centig mér. Úgyhogy a válaszom nem. Húzz egyet már úgy! Húzz, amíg nem kínos! Mindenki! Na, kiskorotokban melyik mese volt a kedvencetek? Akkor vagyunk onnan sorban. Hát, ez nagyon nehéz kérdés, de ez a legnehezebb, mert kiskoromban másból se állt az életem, csak ovi, mese, a kettő közt néha egy pisi szünet. És hát én nagyon szerettem a Pindur Pandurokat, a Foszterék háza képzeletbeli barátokban, nagyon szerettem még a krumplit. meg a kakaót, tényleg a sajt szerette a kakaót. Még sok volt. Én nagyon sok mesét néztem gyerekkoromban, tehát nagyon-nagyon sokat, rengeteget, nagyon sokat. Barbie? Mindent imádtam, amit most így Oliver felsorolt, de természetesen, mivel kislány voltam, és még most is kislány vagyok, és Barbie-nak hívnak, hát én a Barbie-s meséken nőttem fel, könyörgök. Hát nyilvánvalóan, de például a Disney-s hercegnős mesék alapkellékei voltak, a videó, igen, én még éltem a videó korában. Az mi? Rúzs. Egy évok. Ez a nagy fekete genya. Jó, amit bedobsz abba a CD-re játszószerű valamiben. És ilyen szalagról megy a cucc. Abba volt szalag? Igen. Basszus. És mindig így recseget, nem tudom, amikor így visszakert. Nem tudom, én mindig ezt a fejedet, azt sose értettem, hogy soha nem mondom, megy a mese, ahonnan akarom. Persze, meg amikor így kihúztad azt a szart, és utána már nem működött, akkor... Na mégis tudod, mi az? Igen, mert van most. Nem, mert a szüleimnek van, csak sok... Szóval te mindszer, melyik mesét szeretted?
Fú, na ezt a képzeletbeli barátos, nem tudom mi a neve ennek. Foszterék. Foszterék. Képzeletbeli barátok. Na azt nagyon szerettem. És azt mondta, hogy nem ismertem. Nem, valami krumplisról beszélni. Mi hát, van? Mert Eduardo szereti a krumplit. Jó, nem láttam minden részt, ott tűnik. Na, minden de majdnem szerint. Minden részben elmondta azon, hogy Dina Benga állat, hogy szereti a krumplit. Jó, minden. Néztem egyszer, igazából nem tudom, tehát... Benne tipikusan olyan Power Rangers rajongó gyerek volt. Azt hiszem. Amúgy igen. Oly, de jó volt a Power Rangers. Mindegy, menjünk tovább, mert még évekig fogunk nézni a kérdéseteket. Mindenki, hány centiméter magasak vagytok? Először is hol, másodszor is mikor? Most. És hol? Alapvetően a tested magasság. Ja, miért szaladna fel? Na, hát én olyan 174 körül vagyok, vagy 173 kb. Hát én olyan 164-65 környéken. 175-6, nem vagyok sokkal magasabb, mint Oliver 1-2 centiről.